nyertes ajánlattevő közötti különböző jogügyleteket egyébként a közbeszerzési szerződés megkötését követő 5 éven belül is, ha a közbeszerzési értékhatárt nem éri el, közzé kell tenni. Ezekre a hatályon kívül helyező rendelkezésekre várunk választ, hiszen miközben, és nem csak a kormányprogramra szeretnék visszautalni, hanem itt az előterjesztői expozéra is, szavakban a kormány elkötelezett, hogy rendet tegyen, elkötelezett ugye, hogy leszámoljon az offshore lovagokkal, elkötelezett abban, hogy leszámoljon azzal a politikai korrupcióval, ami belengi a magyar közéletet. Ehhez képest ezek a módosító javaslatok, közbeszerzési törvény módosításában föllelhető javaslatok, elbújtatva hatályon kívül helyező rendelkezések közé, nem igazán ezt, egyébként a kormányprogramban is felelhető célt szolgálnak. És azzal szeretném zárni, hogy valóban jó volna, hogyha a mostani ilyen rohamtempóban és vélhetően egyébként a törvényben előírt társadalmi egyeztetési kötelezettségeknek sem egészen eleget téve feltállalt közbeszerzési törvénymódosítás helyett valóban egy olyan új közbeszerzési törvényt készítene elő minél hamarabb a köztársaság kormánya, ami nem engedi azt, hogy különböző a közbeszerzési folyamatokra rátelepült kizárási szakemberek és más hiénák folyamatosan generálják a korrupciós folyamatokat. Egy olyan közbeszerzési törvényre várunk, ami például serkenti arra mind a multinacionális cégeket, mind a hazai kis- és középvállalkozókat, hogy üzleti etikai kódexeket írjanak, hogy olyan cégek pályázhassanak, amik ilyen üzleti etikai kódexsel rendelkeznek. Tehát azt szeretném csak megerősíteni, hogy várjuk a kormánytól a választ ezekre a kérdésekre, és ennek fényében, a válaszok fényében fogjuk eldönteni azt, hogy támogatni tudjuk-e ezt a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen! Köszönöm, képviselő úr! Felszólalásra következik Sesták Miklós képviselő úr, a KDNP képviselőcsoportjából. Megadom a szót, képviselő úr. Kártyája be van-e helyezve, képviselő úr? Köszönöm, elnézést, a kezdő képviselők hibája. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! A felszólalásom során kizárólag a körbetartozás visszaszorítását szolgáló módosításokkal kívánok foglalkozni a T/589 törvényjavaslat vonatkozásában. A körbetartozás, ha ezt a fogalmat meghalljuk, sajnos nagyon sokak számára ismert fogalom, amelynek megjelenése cégek ezreit teszi tönkre, és már eddig is sok ezer vállalkozó, kisvállalkozó, magánszemély vált fizetésképtelenné. Magyarországon becslések szerint körülbelül 5-600 milliárd forintot várnak egymástól a vállalkozók a körbetartozás miatt, és ez a szám még magasabb, ha figyelembe vesszük azt a le nem számlázott és vitatott tételt, amely szintén ezen körbe tartozik. Ez olyan nagyságrendű probléma az országban, melyet mindenképp kezelni és rendezni kell, ezért is fontos eleme a Nemzeti Együttműködés Programjának e kérdés rendezése. Ennek a kezelésnek az egyik eleme lehet, a közbeszerzésről szóló törvény módosítása során ezt a problémát törvényi szinten próbáljuk megkezelni. Nézzük, melyek ezek a problémát kezelő javaslatok a törvényjavaslatban. Kizárólag lesz a közbeszerzési eljárásban való részvétel során, ha egy ajánlattevő nem teljesen vagy késedelmesen fizette ki az alvállalkozóját. Ez egyértelmű szabályozás, innentől kezdve ki lesz zárva a további közbeszerzési eljárásokból. A javaslat a KBT 71 szakasz egybekezdésének módosításával kiszélesíti az alvállalkozókkal kapcsolatban az ajánlatban közlendő adatok körét. 10% feletti alvállalkozó tekintetében közölni kell azt az arányt is, melyet teljesíteni fog a szerződésből, és a beszerzés 10% alatti alvállalkozók által teljesített részének közlésén kívül a jövőben, ha az ajánlattevő az alkalmasságát a 10% alatti alvállalkozóval igazolta, ez akkor szokott felmerülni, ha nem nála dolgozó szakembereket, például felelős műszaki vezetőt von be a szerződés teljesítésében, akkor a 10% alatti alvállalkozók nevét, címét is közölni kell. Így az ajánlatkérő számára ellenőrizhető lesz, milyen arányú az alvállalkozók általi teljesítés és a releváns alvállalkozók személye is. A javaslat azt is egyértelművé teszi,
hogy a teljesítésben való részvétel arányát az ellenszolgáltatásból való részesülés alapján kell kiszámolni. A KBT ugyanis mindeddig nem rendezte ezt a kérdést, ezután ez egyértelmű szabályozássá válik. A módosítás következtében az ajánlattevőnek lehetősége lesz arra, hogy az alvállalkozó nem vagy hibás teljesítése teljesít, akkor helyette mást vonjon be a szerződés teljesedésében. Hát úgy gondolom, hogy olyan garanciális jellegű szabály, ameddig nem volt rendezve, tűrni kellett a hibásan teljesítő alvállalkozót, és nem volt mód a cserére. Viszont ha az ajánlattevő nem él ezzel a lehetőséggel, akkor nem teheti meg, hogy ne fizesse ki az alvállalkozókat és az ajánlattevőket. A fenti módosítások lehetővé teszik, hogy a KBT az ellenérték kifizetésének új szabályát is írja elő, azaz az ajánlatkérő az ellenértéknek először azt a részét fizeti ki az ajánlattevőnek, ami az alvállalkozónak jár. Az ajánlattevő teljesítésének értékét fedező részt pedig csak akkor, ha az ajánlattevő igazolta, hogy az alvállalkozókat kifizette. Természetesen mindez nem járhat a végső fizetési határidő meghosszabbodásával. A javaslat előírja, hogy ha egy szervezet 25%-ban vagy azt meghaladó mértékben vesz részt a szerződés teljesítésében, akkor az ajánlatban nem szerepelhet alvállalkozóként, hanem ajánlattevőnek kell minősíteni, és ez szintén jelentősebb garanciális szabály, mivel más jogviszonyt hoz létre a felek között. Az utóbbi szabály azzal a már eddig is hatályos előírással együtt, hogy az alvállalkozók legfeljebb 10% alatti mértékben vonhatnak be szubalvállalkozót, biztosítja, hogy több szintű, a kifizetések kockázatát növelő alvállalkozói lánc ne alakuljon ki. Ez a javaslat egy lépés ahhoz, hogy a magyar gazdasági élet fejlődését gátló folyamatot, a körbetartozás kérdését számúzni lehessen a gazdasági életből, és ezáltal elváljon az ocsó a búzától, és a körbetartozás nyertesei, a lánc végén állók ne tudjanak többé piaci szereplővé válni. Köszönöm, hogy meghallgattak. Ismét szép napot kívánok, átvettem vagy visszavettem az elnöklést, gondolom, hogy hiányoztam önöknek. Következik előre bejelentett felszólóként Józsa István képviselő úr, az MSZP Pacsoraiból képviselő úr, önné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház, egy nagyon lényeges törvényjavaslat tárgyalásának a általános vitáját folytatjuk lassan a vége felé. Hozzátenném, hogy a célokban nincs eltérés a Patkó két oldala körül. Pont 2 éve volt, amikor az első tapasztalatokat összegezve egy 6 párti előkészítő bizottság, azt lehet mondani, egy konszenzussal módosította a közbeszerzési törvényt. Ebbe olyan elemek is bekerültek kifejezetten a Fidesz javaslatára, amelyek most a egyszerűsítéssel, nemes egyszerűséggel kikerülnek a törvényjavaslatból. A célokkal alapvetően egyet lehet érteni. Az előterjesztésnek az a célja, hogy a közbeszerzés szabályait egyszerűbbé, átláthatóbbá tegye, olcsóbbá és gyorsabbá a közbeszerzéseket, javítsa ennek keretében a kis- és középvállalkozások részvételi és nyerési esélyeit, csökkentse az eredménytelen eljárások és érvénytelen ajánlatok számát, enyhítsa a körbetartozási helyzetet, és lépéseket tegyen természetesen a korrupció ellen. Ezzel szemben a törvényjavaslat ugyanakkor nem alkalmas ezeknek a kitűzött céloknak az elérésére, ugyanis azokkal éppen ellentétesen hatnak az alábbi tényezők. Elenyésző mértékűre csökkenti a nyilvánosság követelményét, ezzel a közbeszerzések átláthatósága és ellenőrizhetősége ellen hat az előterjesztés. Lehetőséget ad a szubjektív szempontokon alapuló mérlegelésre, előidézve ezzel a korrupció lehetőségét. Megnöveli és indokolatlan kiszervezések lehetőségét teszi lehetővé, vagy követeli ki az előterjesztés, ezzel megdrágítja a közpénzekből való beszerzéseket. Lecsökkenti az eljárásban résztvevő szakmai szereplők hatáskörét és felelősségét, ugyanakkor átláthatatlan és nehezen ellenőrizhető hatásköröket ad a közbeszerzésben résztvevő döntéshozók kezébe, egyértelműen elősegítve ezzel a visszaélések lehetőségét, vagy akár csak a tévedések lehetőségét esetleges hozzá nem értésből adódóan. Megszünteti az előterjesztés a személyes felelősséget, és ezzel a számon kérhetőséget az eljárás szabályszerűsége tekintetében.
A KKV-ikat támogatni kívánja, de ezek az intézkedések jószerével csak látszat megoldást, látszat előrelépést jelentenek. Ezen okok miatt a kormány kifejezett szándékával ellentétes szabályozásra tesz javaslatot az előterjesztés, tehát alapos megfontolásra javasoljuk a részleteket. Az egyszerűsítés, mint cél, követendő, de nem annak az árán, hogy garanciális elemek kerülnek kiiktatásra a szabályozásból. A közbeszerzési eljárás több ponton egyszerűvé válik ugyan, ugyanakkor ez több esetben az eljárás szabályszerűségét, átláthatóságát biztosító szabályok eltörlésével valósul meg. A közbeszerzési szabályok egyszerűsítéssel, gyorsítással magyarázott lazítása során a törvényből sok garanciális rendelkezés kikerül, amelynek következménye nem feltétlenül kedvező. A javaslat szerint nem előfeltétele a közbeszerzési eljárás megindításának a hirdetmény jogszerűségét igazoló ellenjegyzés, vagyis az eljárás szabályosságáért viselt személyes felelősség megszűnik. Jelenleg a közbeszerzések tanácsa kötelező jelleggel ellenőrzi a hirdetmények szabályszerűségét, a jövőben viszont, amennyiben ezt az ajánlat kérő kifejezetten nem kezdeményezi, csak az uniós forrásokból megvalósuló beszerzéseken kell előzetes ellenőrzést végezni. A tanács ellenőrzését viselt polgárjogi felelősség pedig teljesen megszűnik az előterjesztés alapján. A hivatalos közbeszerzési tanácsadót a megfelelő szakmai kontroll biztosítása érdekében továbbra is be kell vonni az eljárásokba, érdemi szerepe azonban jelentősen lecsökken. Az ajánlatkérő ugyanis eldöntheti, hogy a szabályosság egyik garanciáját jelentő tanácsadót az előkészítésbe vagy csak az eljárás további folytatásába vonja be, a jövőben azonban az eljárás egészét már nem kell, hogy figyelemmel kísérje a szakképzett tanácsadó. A jelenlegi szabályozástól eltérően ugyanis a központosított közbeszerzés során is kötelezővé válik a hivatalos közbeszerzési tanácsadó előbbiek szerint differenciált bevonása, ugyanakkor ennek a szervezetnek, mármint a központosított közbeszerzésnek az alapfunkciója éppen a közbeszerzések lebonyolítása, sok ilyet végeznek, így elvárható tőlük, hogy hivatalból rendelkezzenek megfelelő, a szabályosságot garantálni képes szakértőkkel, és ne kelljen erre a feladatra külső kapacitásokat igénybe venni. Tehát itt van némi ellentmondás. A kötelezően létrehozandó és a döntések nem kívánt befolyásolhatóságát korlátozó legalább 3 tagú bíráló bizottságok feladata és hatásköre lecsökken. Hatásköre nem terjed ki például az ajánlattevő, illetve annak alvállalkozója alkalmasságának, vagy éppen alkalmatlanságának megállapítására, ami egy kulcsfeladat. Jelentősen csökken a közbeszerzések nyilvánosságára vonatkozó, mind tartalmi, mind formai követelmények kötelezősége, töredékére csökken, szinte kiüresedik az ajánlatkérő által interneten közzétenni kötelező adatok és információk köre. A jövőben még ezeket sem kell tartósan, a jelenlegi szabályozás szerint 5 éven át az interneten elérhetővé tenni. Formálisan azzal is teljesül az internetes közzététel követelménye, ha egy rövid ideig, néhány óráig, néhány napig elérhető. Ezt mindenképpen korrigálni javasoljuk, hogy ez a kötelezettség maradjon benne a tartós nyomon követhetőség az interneten. Megszűnik a hivatalos közbeszerzési tanácsadók továbbképzésen való részvételi kötelezettsége. Ez kifejezetten ellentmond az unió gyakorlatának, ahol egy folyamatos tudásfrissítés van előírva. Megszűnik továbbá az átláthatósági megállapodás és az átláthatósági biztos jogintézménye is. Az eljárások gyorsítása az ajánlatkérő mozgásterének megnövelésével kerül megfogalmazásra. Jelentősen csökken ugyanakkor az egybeszámítási kötelezettséget megalapozó körülmények köre,
Vagyis jóval könnyebb a közbeszerzéseket úgy szétdarabolni, hogy azokra enyhébb szabályok